üdvözlöm Önöket! A magyarság sorsdöntő csatái közül kiemelkedik a Muhi ütközet. Ezt történelmünk egyik legnagyobb tragédiájának tartottuk. A friss kutatások viszont a magyarság kiterjedt ellenállásáról és helytállásáról mesélnek. A História mai adásában ezeket mutatjuk be. Tartsanak velünk! Marx Éva utána jár, hogy milyen taktikai lépések előzték meg a Muhi csatát. Hamar Donát bemutatja, hogy mit írnak a mongol források az 1241-es eseményekről. Kassai Kata pedig a tatárjárás során elpusztult Péter monostora nyomába ered. A Sajó mentén vívták meg a magyarok és a mongolok a döntő ütközetet. A tatárok különböző taktikus lépésekkel készültek, a magyarok pedig a természeti adottságokat is kihasználták a csatában. De hogy milyen tényezők befolyásolták a két csapat erejét, ezzel kezdünk. A magas vízállás miatt most nem látszódnak a cölöpök, de itt a Sajó 13. századi hídjánál ütköztek meg a mongolok és a magyarok. A tatárok 1241. április 11-én este indítottak hadjáratot a magyarok ellen. A történet viszont nem csak annyiból áll, hogy a tatárok könnyedén körbekerítették a magyarokat és tovább haladtak. A Sajó folyó bal oldalán vert tábort 4. Béla, egy szekértábort, ami nem volt jellemző igazából a magyar hadviselésre. Itt a Sajó mentén gyülekeztek a mongolok, a magyarok pedig a fahidat védték. De vajon mennyire voltak tisztában a tatár haderővel? Lássuk az előzményeket. Egy közepes méretű folyó, mint a Sajó, az képes arra, hogy megállítsa az ellenséget, de hogyha ott van egy híd vagy egy átkelőhely, mondjuk gázlók is vannak a felső folyásnál, akkor időlegesen megakasztja őket. A mongol hadviselés számára ez a szekértábor, ez egy nagy meglepetés volt. Abból a szempontból igaz, ők is használták ezt a sztyeppei védelmi rendszert, azonban nem várták ezt a szekértábort, illetve az akkori Sajó folyó területe számukra egy mocsaras, lápos, ingoványos terület volt, ami megnehezítette számukra a csapatmozgást. Nem az erők összpontosításában gondolkodtak, hanem a megosztott erők összehangolt tevékenységben, és ez mindig egy magasabb szintű vezetői tevékenységet feltételez. Valószínűleg, amikor már átlépik a magyar határt, akkor már Szübeteinek összeáll a fejébe az a terv, hogy miket kell keresni. Hogy előre kell küldeni az erőket a magyar király táborához, onnan el kell őket csalni a Sajóhoz, a Sajónál ki kell alakítani azokat a táborokat, amik rejtve maradnak a magyarok elől. Át kellett szervezni az egész mongol hadműveleteket olyan szinten, hogy hogyan tudnak átkelni a Sajón. Ez volt a kulcspontja tulajdonképpen az ütközetnek. Annak érdekében, hogy a mongolok képesek legyenek egy időben mind a két oldalt támadni, ki kellett alakítani egy olyan átkelőhelyet, ami független a hídtól. És ennek érdekében kerestek a felső folyásnál gázlókat. A mongolok is számítottak túlerőre a magyarokkal szemben. Bár végül a csata veszteséges volt a számunkra, ezt szimbolizálják a keresztek is, a magyar sereg nem futamodott meg. A mongolok kivárásra alapoztak, nem tudtak mit kezdeni 4. Bélával, illetve azokkal a földrajzi viszonyokkal, amiben ők belecsöppentek, és április volt, tehát nem egy száraz időszakról beszélünk. Ahhoz képest az a kb. 20 000 fős sereg, ami a magyar király táborában összejött, az egy igen jelentős, tehát európai méretben is igen jelentős sereg volt, és ugye nem akárkik voltak ott, azok a magyar főurak, akiknek a bandériumaiban kiváló harcosok voltak, például ugrinések csapatában is. Ott voltak a templomosok, kiválóan képzett harcosok. Tanácskozást tartanak az uralkodó, az öccse, Kálmán herceg, ugrinérsek, aki a templomosokat vezette, és a közelben lévő hidat pozícionálják majd. Körülbelül egy olyan 1000-1500 embert mozgósítanak. És az éjszaka folyamán megközelítik ezt a hidat. Ők azt nem tudják, hogy a mongolok már elindultak. A mongolok nem csak karddal, íjjal-nyíllal harcoltak, hanem ők nagyon komoly pszichológiai hadviselést is folytattak. Tehát a Rogerius féle leírásban is találkozunk azzal, hogy a mongolok a közeledő magyar sereggel szemben a vezetéklovakra bábukat ültettek, és az asszonyokat és a gyerekeket is fölültették a lovakra. Az ellenség megtévesztése fontos. A források szerint ők a Sajó jobb partján tüzeket gyújtottak,
mintegy felhív a magukra a figyelmet. El lehet képzelni, milyen erős mozgás van egy ilyen hidátkelésnél, fáklyák, akkor kiölik a hidat, tüzeket raknak az mindenső parton, már gyülekeznek be, és ugye ők rájuk rontanak. Meglepetés szerint a mongolok nem várták azt, hogy a magyarok bármilyen aktív tevékenységet is folytatnának. Szétverik ezt a mongol csapatot. Kálmán herceg és Ugrin érsek szinte ledózerolja őket. Tehát olyan fokú veszteséget szenvednek el a mongolok, ami tulajdonképpen abban a pillanatban eldöntötte a csata sorsát. A túlsó partról Batu észöböt, hogy azt látja, hogy a magyarok szétverték az átkelt erőket. Na, de a vak sötétben nem lehet látni azt, hogy mennyien vannak ezek a magyarok. De az innenső parton meg ugye arra azért nem vállalkoznak, hogy most éjszaka átmenjenek a hidon, hiszen minek menjenek át a hidon, meg veszélyes dolog lenne. Úgyhogy ott akkor beáll egy szünet. Ezt a csatát megnyertük, és ennyi. 1500 gyalogos katonát hagy Béla király a híd védelmére. A másik oldalon Batuéknak döntést kell hozni, hogy mi legyen is. És én azt gondolom, hogy ekkor történik az, hogy Szübötej javaslatára megosztják a sereget, és hogy a Szübötej lemegy az alsó folyáshoz, hogy ott keljen át. Putajokat ácsoltak, és átkeltek ezen a gázló részen. Párhuzamosan, tulajdonképpen a hajítógépek támogatásával azt az 1500 fős, könnyű fegyverzetű gyalogos katonát lemészárolják. Batu megfigyelte azt, hogy gyakorlatilag a táboron belül nincs alakuló tér. Ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag a tábor előtt kell fölvenni a harcát, ami egy hosszú dolog. És ugye Batu ezt látta meg, hogy a magyar tábor annyira szűk, hogy egymásbérnek a sátraknak a kötelei akadályozza a mozgást, tehát biztos, hogy a magyarok nem tudnak a táborban már csatarendbe állni, hanem csak a táborból kivonulva tudják ezt megtenni. És ugye akkor jön az új terv, hogy éjszaka az egész mongol sereg átjön a hídon, és hajnalban körbeveszik a magyar tábort. A templomosok Ugrin érsek vezetésével neki mennek. Óriási öldöklés lesz. És ami megpecsételi a csata sorsát, még ez sem lenne az, hanem a Szubetej által a déli területeken, a Sajó déli részén átkelő haderő gyakorlatilag körbezárja a tábort. Hogy haladnak a híd irányába, már amikor találkoznak a mongolok, akkor rájönnek arra, hogy itt sokkal keményebb az ellenállás. Tehát nem az van, az a könnyű győzelem, mint ami előző éjszaka volt, hanem itt tényleg szervezett mongol csapatok nyomulnak előre. És innentől kezdve a csata végkimenetele már csak attól függött, hogy mikor a számbeli túlerő, mert ekkor már nyilvánvalóvá válik, hogy körülbelül háromszorosa volt a magyar haderőnek, a mongol haderő. A magyar sereget súlyos vereség érte. Két érsek, több püspök és a templomos lovagok is mind életüket vesztették. Maga a király is csak hű embereinek köszönhette, hogy túlélhette a muhi csatát. Minden egyes feudális államban az uralkodó személye a szent és sértetetlen. Nem csak, hogy Isten akaratából uralkodik, hanem ő egy etosz. És ki kellett melekíteni az uralkodót. És nagyon érdekes egyébként a történetírók, a mongol történelmet kínai nyelven író történészek, azok leírták, hogy szétnyílt ez a tulajdonképpeni gyűrű. Egyes történészek azt mondják, hogy ők lazán fogták a magyarokat, óriási területen zajlott, tehát a Keresztúr, Ónod, Sajólád rész, tehát hatalmas területen zajlott ez az ütközet, és hagytak réseket. Egyébként, hogy mekkora veszteséget szenvedtek a mongolok, azt mutatja az, hogy a törzsi székhelyen ott egy külön temetője volt a magyarországi hadjáratban, valószínűleg a muhi csatában nagyobb részt elesett mongoloknak, ugyanis olyan fejüket vitték csak haza, és aztán azoknak egy külön temetője volt, és ez egy elég fájdalmas veszteség volt, hiszen ott például az egyik alvezérét is majd elveszti, Batu, ugye Bakatu nevű alvezérét. A rendszerváltást követően nagyon nagy igény volt arra, hogy magyar történelemnek olyan jeles eseményeit, amiben a muhi csata is tartozik, felülvizsgálják. És nagyon sok olyan forrás áll most már rendelkezésre, ami a tényeket minél érthetőbben fogja számunkra megmagyarázni. És itt van ez az emlékmű, hogy ne csak írott forrás legyen, hanem legyen egy tárgyi, legyen egy monumentum. Bár IV. Béla csapatai elvesztették a csatát, mégis hozott újításokat az ütközet. IV. Béla uralkodásának második szakaszába beépítette előzetes tapasztalatait, így például várakat építetett. Intézkedéseinek köszönhetően a magyar királyság túlélte a mongol invázió jelentette csapást. És IV. Bélára második honalapítónként is emlékezünk.
Uralkodásának második szakaszában ugyanis a kereszténység megerősítése is a céljai közé tartozott. Negyedik Béla hiába küldte segélykérő leveleit, egyetlen katona vagy egyetlen fillér sem érkezett Európából. Ennek okait keressük a folytatásban Szőcs Tibor történésszel. Jó estét kívánok Önnek! Jó estét kívánok! Na hát ez ugye benne van a magyar közgondolkodásban, hogy mi védjük Európát, de Európa nem segít nekünk ebben a védelemben. Ebben az esetben, 1241-ben, hogy történt ez? Próbáltunk segítséget kérni? Próbáltunk segítséget kérni, és egyébként a folyamat be is indult. Negyedik Bélának a levelei valamikor 41 nyarán érkeztek el Rómába, a pápai udvarba, és a pápa viszonylag gyorsan reagált. Azt tudni kell, hogy a pápai udvarban azonnal mobilizálható katonasság vagy pénz ilyen célokra nem volt, tehát ő tulajdonképpen tovább tudta passzolni a pápa a segítségkérést, szétküldte nyugat-európai udvarokba ezt, és érdekes, ott is megindult a folyamat, elkezdtek a seregek gyülekezni keresztes hadjárat keretében, aztán úgy történt, hogy nem sokkal később a pápa meghalt, ez tulajdonképpen az ottani diplomáciai működést Rómában megakasztotta, és a Németország területén viszonylag nagy sereg gyűlt össze a német-római császár II. Frigyesnek a fia vezetésével, viszont ők leginkább a saját határaikat kezdték el védeni, azért álltak föl, hogy ha majd jönnek a mongolok hozzájuk, ez egyébként nem történt meg, de akkor ők készen létben álljanak. Ez az a nevezetes esemény, amikor megszállják egyébként Magyarországnak a nyugati vármegyéit? Az nem a német császárságnak a cselekedete volt. Hanem az osztrák herceg. Így van, az osztrák herceg volt. Egy korábbi béke, számára kedvezőtlen béke miatt próbált revansot venni, nem túl elegánsan Bélán. Igen, na most a német császárság egyébként a lengyel területek felől is próbálta védeni magát, és a magyar területek felől is, tehát kétfelé is kellett figyelniük, mert a tatársereg is Lengyelországban is ugyanebben az esztenőben csatát vív a lengyelekkel. Így van, sőt a lengyel seregek aztán betörnek Csehország keleti részeire is, de hamar visszafordulnak Magyarország felé. Ennek az a legfőbb oka, hogy minden bizonnyal Magyarország volt a fő célpont. Tehát először azt akarták lerohanni, és már a lengyel történészek közül is többen úgy gondolják, hogy a lengyel hadjárat az tulajdonképpen a magyarországi hadjáratnak egy ilyen északi mellékhadszintere volt. Egyébként az csak Dél-Lengyelország, a mai Dél-Lengyelországot, a korabeli Kis-Lengyelországot érintette. Mert hogy át kellett karolni a magyar királyságot, tehát több irányból kellett érkezni, ahogy egyébként délről is érkeztek tulajdonképpen seregek, tehát Erdély felől. Na most azt nézzük meg, hogy Európát ebben az időben milyen konfliktusok gyengítették le, tehát milyen konfliktusok voltak, amelyek megakadályozták azt, hogy segítsenek Magyarországnak. Ami minket érintett, az legfőképpen a közép-európai konfliktusok, itt a császár és a pápa ellentétére kell gondolni. Második Frigyes és a pápa 9. Gergely között nagyon-nagyon rossz volt a viszony. Kölcsönösen a pápa kiátkozta Frigyest, nem is fogadta el igazán, hogy keresztes hadjáratot hirdethessen. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ott és akkor abban, hogy milyen hatékonyan áll fel a segítség, ezek nem játszottak olyan nagyon fontos szerepet. De minden esetre azt elmondhatjuk, hogy az európai konfliktusok megakadályozták, vagy akadályozták legalábbis azt, hogy hatékonyan segítsenek Magyarországnak. Leginkább az akadályozta, hogy a német földön összegyűlt seregek is a saját határaikat szerették volna védeni. Értem. Most innen folytatjuk rövidesen. Manapság a mongol identitás egyik meghatározó eleme a középkori birodalom. De milyen szerepe van ebben hazánknak és a nyugati hadjárat magyarországi zárásának? Ezt mutatja be a folytatásban Hamar Donát. Abszolút a mongol nemzeti identitás alappillére. A mongol történészek nem szívesen beszélnek a magyarországi tatárjárásról. A kaukázusi hadjáratairól a mongoloknak rengeteg feljegyzésük van. Ezzel ellentétben a magyarországi harcaikról viszont nagyon kevés. Most ennek a kevés információnak járok utána, hogy egy teljesebb képet kapjunk a tatárjárásról.
Mennyire mondható sikeresnek a tatárjárás a mongolok szemszögéből? Most már megoszlanak a vélemények, hogy ez a győzelem ez mennyire volt könnyű a mongolok számára. És az látszik, hogy valószínűleg a Muhi csata is egy igazából hajszálon múlt, hogy melyik irányba dőlt el. Szakirodalmakban, vagy akár a tankönyvekben szó esik róla, akkor leírják, hogy eljutottak Magyarországig, Muhinál győztek, és akkor utána szeretik elhallgatni a második részletet, hogy milyen kudarcok érték őket, meg hogy ugye tovább nem tudtak jutni, mint a eredetileg a céljuk volt, hanem itt ezt a területet is el kellett hagyniuk. Azért azt tudnunk kell, hogy ez a nagynyugati hadjárat a nagy mongol birodalom kialakulásának történetében egy nagyon fontos pillanat, de ennek a legeslegvégső szakasza a tatárjárás, ezért nagyon fontos a mongol történeti narratívában, és így természetesen a mongol történeti identitásnak is egyik fontos pillére. Tudták azt, hogy hová jönnek, és mi kik vagyunk, tehát a mongolok mai napig rokonságot ápolnak velünk, és ugye tudták azt, hogy a hunok, akik pont a mai Mongólia területéről indultak ki, azok Magyarországon telepedtek meg. Másrészt tudták azt, hogy a magyar hadsereg nagyon erős. Tehát egyáltalán nem igazok azok a vádak, hogy Béla gyenge volt, nem volt elég erős a hadsereg. A mongol hírszerzés az éppen is, hogy tudta, hogy kikkel állnak szembe, és Batukán, mikor elindult, még erősítést kért, mert attól félt, hogy el fogja veszteni a háborút a magyarok ellen. De miért támadtak meg minket a mongolok? A probléma gyökere Dzsingisz kán felesége, akit elraboltak a merkitek. Ők a kunokhoz menekültek, a kunokat pedig IV. Béla fogadta be az országba. A tatárok pedig mindenkit ki akartak írtani, akiknek köze volt az ügyhöz. Az, hogy a szökött ellenséget, aki befogadja, az halálfia, ez megvan a mongolok törvénykönyvében, amit Jaszagnak neveznek. Ez egy halálos bűn. Hogyan él a tatárjárás a mongol emlékezetben? Ez a mongol büszkeség része, hogy milyen hatalmas területeket meg tudtak hódítani, úgyhogy ez mindenképpen nekik egy pozitív üzenet, és ugye Dzsingisz kánnak nagy kultusza van, végül is a rendszerváltás óta. Egy tavalyi elnöki rendelet értelmében minden közintézményben ki kellett tenni Dzsingisz kán képét, hogy emlékezzenek a régmúlt dicsőségére. Ugye Dzsingisz 1227-ben meghalt, de az ő fiai és utódai ezt a hódítást folytatták, és létrehozták a világ legnagyobb államát, ami hosszú időn keresztül az egész eurázsiai térség történetét meghatározta. A magyar kutatások eredményei mit változtattak a mongol narratíván? Nagyon sokban pontosította a mongolok elképzeléseit. Például ők nem is ismerték hosszú ideig a Julianus jelentést, nem ismerték azt, hogy Batukánnak van egy olyan levele, ami eljutott IV. Bélához. Ebbe ugye nem más kér Batukán, mint hogy adja ki Béla az ő szökött rabszolgáit, a kunokat. Az idén zárul le egy 4 éves kutatási projekt, ami interdisziplinális módon próbálja feldolgozni a tatárjárás emlékeit, és nem csak magyar, hanem eurázsiai kontextusban is. Sok új régészeti adat, történeti forrás került elő, és ezeket mutattuk meg az idén a mongol kollégáknak, akik nagyon nagy érdeklődéssel fogadták ezt. Mi pedig folytatjuk Szőcs Tibor történésszel. Mégpedig először azzal, hogy akkor, amikor ez az elképesztő mongol birodalom Magyarországra érkezik, akkor a kínai haditechnikával érkezik már? Még nem annyira. A kínai haditechnika főleg majd egy
pár évtizeddel később terjed el, de lehet, hogy használtak már azt is. Tehát itt a hajítógépek és egyebek. Például a hajítógépek, de azért haditechnikailag alapvetően ez egy sztyeppei típusú hadsereg. Értem, na most lett volna olyan opció, lett volna olyan lehetőség, amivel a magyaroknak nyerési esélyük volt ebben a csatában, a Muhi csatában? Ugye ilyenkor mindig kötelezően el kell egy történésznek mondani, hogy ezt nem tudhatjuk, de nem akarom teljesen megkerülni a választ. Az opció elképzelhetően benne volt, hogy hol csúszott el a dolog, ez egy érdekes kérdés, általában Szpalatói Tamás leírása alapján szokták rekonstruálni a Muhi csatát, illetve Rogérius leírása alapján, amely a Tunya magyar főurak és a rossz hadvezetés számlájára írja ezt a vereséget. Valószínűleg nem csak ezen múlott ez. Tehát van egy olyan dolog, amit úgy szoktak nevezni, hogy hadi szerencse, ami természetesen nem szerencse, hanem sok apró tényezőnek az összessége, amin elcsúszhatott ez a csata. Például az, hogy amikor összecsaptak a hídon átkelve a mongol seregekkel, akkor késett ugyan az erősítés, a mongol erősítés, de aztán végül megérkezett. Elképzelhető, hogyha például úgy alakul, hogy nem érkezik meg időben, akkor beszorítják a Sajóba az egyik sereget, és amikor késve megérkezik például az erősítés, sikerrel vissza lehetett volna verni azt is, de ebbe természetesen exakt válaszokat nem lehet adni. Meg tudjuk nézni a két összecsapó hatalomnak a belső viszonyait, tehát a Magyar Királyság belső viszonyait néhány mondattal, és a Mongol Birodalom belső viszonyait, mennyire volt egységes ez a két ország, vagy ez a két hatalom? Hát magát a mongol vezető réteget, a legfelső politikai vezető réteget egyébként feszítették ellentétek, nem is kevés, de alapvetően ez alsóbb szintekre nem szivárgott még át, tehát egy viszonylag egységes, katonailag erős birodalom képét mutatták ekkoriban még. A magyar király hatalma az szintén erős volt, de azt tudni kell, hogy amikor Béla átvette 1235-ben az uralmat, akkor ő igyekezett az apjának a reformjait visszacsinálni, ami természetesen legalább annyi konfliktust szított, mint annak idején II. Andrásnak a reformjai, hiszen minden átrendeződés és visszarendeződés az a nyertesek mellett vesztesekkel is jár, plusz a kunok behozatala az eleve egy feszültséget szított az országban, de mondjuk azt azért nem állíthatnám, hogy Bélának ne engedelmeskedtek volna a magyarok. Na hát innen is folytatjuk majd rövidesen a beszélgetést. Bugac Pompeje, Péter monostora. Egy évszázadokra elfeledett város, mely a tatárjárás martalékává vált. 1241-es felégetése után egy gazdag város és teljes lakossága merült a homoktengerbe, de a pusztulás pillanatát megőrizte az Alföld homokja az utókor számára. Kassai Katalin riportja következik. Létezett egy település nagyjából 1050 és 1241 között itt a Bugaci pusztában, Péter monostorának hívták. Középkori viszonylatban egy kifejezetten nagy és fontos kereskedelmi és kulturális városnak számított, ahol virágzott az élet, míg nem a mongolok a földdel tették egyenlővé. Tartsanak velünk, és ismerjék meg a tatárjárás által konzervált pillanatképeket, az emberi sorsokat. Engem mindig lenyűgöznek a tárgyak mögött megbúvó emberi történetek. Mit lehet tudni az itt talált leletekből, hogy itt milyen emberek éltek, milyen életet vajon, és mekkora jelentőségű volt ez a város? Ez a város az egykori, Árpád-kori időszakban a kismunsági homokhátságnak a központi települése volt. Hogy pontosan mekkora volt a kiterjedését, tudjuk, hogy egy 2 km x 1 km-es. Ez egy gazdag város volt? A mai tudásunk szerint nagyon gazdag volt, sőt feltűnően gazdag, hiszen olyan európai szemmel is kiemelkedő lelet együttesek kerültek elő, ami magyar régészet számára, de szinte európai szinten is abszolút unikális. Elég csak kiemelni például a Szent Péter ereketartót. Kinyílt egy kicsit az európai civilizáció azokban az évszázadokban, és a Magyar Királyság, mint európai centrális erőterében lévő, talán egyik legerősebb királyság, nagyon aktív szerepet játszott.
itt a tatárjárás miatt megállt egy pillanatra a történelem, és szinte minden a föld alatt maradt, és a későbbi évszázadok nem pusztították el. Azt tudjuk, hogy ott lehetett a bazilika, vagy ott volt a bazilika, itt pedig éppen valami munkálat folyik. Mit tudunk erről, itt mi lehetett például? Megtaláltuk azt a bizonyos tatárjárás korásot, sáncárkot, amely lezárja magát ezt az épület együttes. 600 méter, nagyjából úgy gondoljuk, hogy 600 méter hosszan veszi körbe ezt a kolostor együttest, és hát ez csak egy rövid pillanat volt ennek a kolostor együttesnek az életében, vagy ennek a településnek az életében, ez volt a tatárjárás pillanat, amikor ezt a erődítést ássák. És hát ehhez szervesen kapcsolódik, lehet, hogy itt valami olyan torony volt, most azt gondolom, hogy itt egy olyan torony lehetett, ahonnan egyébként nagyon jól be lehetett lőni ezt a... Tehát az valami védelmi funkciót látott el ezek szerint, és akkor ahhoz kapcsolódott torony. És hát maga az egész kolostort védelmi funkcióként használták ugye ebben az adott pillanatban, eleve nem ez volt a szándék, de hát ezt a tatárjárásból tudjuk a forrásokból is, hogy szinte minden kolostort azt lényegében bárként vagy erőtként próbáltak használni a magyarok, és ott próbáltak kifejteni az ellenállást. Elképesztően jó illata van a földnek, kár, hogy önök nem érzik, ez a történelem szaga. Az árok mindenképpen a tatárjárásnak az emléke. Látszik, hogy egy nagyon viszmajor helyzet volt. Korábbi években találtunk több helyen is kivégzett kisgyerekeket, legyilkolt kisállatokat, és lényegében ebbe a sorba beilleszkedik maga ez a kolostor revező erődrendszer is. Ami talán még ennél is jóval érdekesebb, az viszont az anatómiai rendben lévő vázak fölött húzódó állatcsont szőnyeg. Azt a véleményt tudta alkotni az archeozológus, hogy itt valószínűleg egy hirtelen megjelenő népességnek az ellátásáról kellett gondoskodni. Most adja magát azonnal a lehetőség, hogy a hirtelen megjelenő népesség az egy hadsereg. Gyaníthatóan ez már a mongol hadseregnek a munkája, tehát beeszik magukat a kolostornak a környezetébe, és akár a kolostort valamiféle bázisként használva, az infrastruktúrára rátelepedve, az egész környéket innen tartják szemmel, hogy ez most egy mekkora seregtest volt, azt nem tudjuk, és mennyi ideig tartózkodtak itt, azt sem tudjuk, de hogy itt voltak, ez teljesen egyértelmű. A tatárjárás nagy és véres összecsapásának tartották a magyar királyság elleni harcot, maguk a mongolok is. Batukánnak igencsak meggyűlt a baja IV. Bélával, vérmes hangvételű hadüzenetet küldött neki. A Jócskán túlerőben lévő mongolokkal nem bírtak el a magyarok, pedig nagy ellenállásról tanúskodnak a leletek. Ezekből a fegyvermaradványokból például már lehetett arra következtetni, hogy itt valóban nagy ellenállás volt? És egyáltalán volt-e katonai segítség, vagy csak a lakosság védekezett? Az elmúlt éveknek a példája itt a Kiskunságban azt mutatja, hogy bizony még a legegyszerűbb helyeket, tehát a legkisebb templomos és nem templomot megerősített templomban rendelkező településeket, falvakat is bizony rendes felszereléssel védték. Na most, hogy ez az átlagembernek volt sokkal militárisabb a társadalom, és így az átlagembernek volt jobb felszerelése, mint hogy azt eddig képzeltük, vagy valóban mindenhol katonák voltak, ami kevéssé valószínű, ez már itt egy jelentős kérdés. Tehát azt gondolom, hogy maga a polgárság, vagy nevezzük bármi, tehát a lakosság maga is jobban felfegyverkezett volt, mint ahogy azt esetleg sejtettük. Régészeti kutatások, amelyek közé tartoztak a fémdetektoros vizsgálatok, számtalan fegyvertöredéket találnak a településnek a keleti részén, ilyen 3-400 méteres mélységben látszik, hogy ott vették fel az arcvonalat a magyar egységek. Egy nagy nyílt színű csatát lehet feltételezni. Talán ezek a csontvázak a legékesebb bizonyítékai a tatárjárás brutalitásának, hiszen ezek gyerekek maradványai. Azért az még itt több száz év távlatából is nagyon megrendítő. Mit lehet tudni ezekről az emberekről? Rengeteg a gyerek és a női áldozat, tehát hogy nem nagyon válogattak a mongolok az eszközökben és az áldozatokban. Most jelenleg ismert és megvizsgált csontállományból a 96%-a gyerek és női csontváz. Látszik is, hogy olyan rendellenesen fekszenek a csontjaik, ugye? Tehát mi történhetett velük? Úgy tűnik, hogy egy gödörbe vannak beleásva, elég szorosan egymás mellé, tehát igazából beledobva. Ez megint csak egy elég jellegzetes dolog. Hát a kisgyermek, a nagyjából olyan 6 év körüli kisgyermek, 5-6 év körüli kisgyermek, szinte föl van passzírozódva a gödörnek a falára, és a
nagyobb fiatal fiú lehet valószínűleg egy 16-17 éves, ahogy így a koponyája alakját nézzük és a csontosodást. Ő pedig lényegében oda nyomja ezt a kis testet a gödör szélére. Ami érdekesség, hogy ugye teljesen rendellenesen van tartva a kisgyermeknek is a keze, viszont az biztos, hogy a nagyobbnak a lábai azok össze voltak kötve. Azt gondolom, hogy ez valóban az utolsó pillanat a település életének. Akkor gyakorlatilag egy ilyen pillanatképet rögzített a tatárjárás és ezek a nyomok. Mondhatjuk egy kicsit, hogy hasonlatos azért a pompeji katasztrófához, hogy olyasmit láthatunk körülbelül? Hát olyan szempontból, hogy egy adott pillanatot örökített meg a történetben, olyan szempontból. Igen, minden más szempontból nyilván nem hasonlítható, de az, hogy régészetileg egy különleges lehetőséget biztosít, hiszen egy pillanatot tudnak a történetből kiragadni. Mekkora pusztítást végeztek itt a mongolok? Gyaníthatóan teljeset, hiszen maga ez a kisváros ez örökre megszűnt létezni, és majd egy kun falucska fog kialakulni itt egy 70-80 évre rá. Írmagja nem maradt az itteni népességnek, az itteni korábbi magyar népességnek. Az Alföld szívén áthatoló mongol seregek több települést felégettek és megsemmisítettek. Most irány a homokhátság, egy másik tatár járt a települése, Tázlár. Tázláron immár 20 éve zajlanak tatárjáráskori ásatások, melyeknek egyik legnagyobb felfedezése a középkori templom körül húzódó hármas körárokrendszer. Ennek átmérője nagyjából 90 méter lehetett. Itt a környéken több hasonló építményt is találtak a régészek, melyeket a megfelelő technikával és eszközökkel vizsgálva még a levegőből is lehet látni. Milyen funkciót töltött be ez a körárok rendszer itt Tázláron? Gondolom valami védelmi szerepet. Abszolút védelmi szerepet töltött be. Galina Zsolt több mint egy évtizedes feltárása során sikerült azonosítsa az Alföldön eddig az ismert legnagyobb erődítésrendszert, ami egyértelműen a tatárjáráshoz kapcsolódik. Itt Tázláron a tatárok milyen pusztítást végeztek, hogy mi történt itt egész pontosan? Nagyon jól lehetett azonosítani akár a támadásnak az irányát, illetve magának az ostromnak a folyamatát is lehetett jól azonosítani. A magyarok védelme, védekezése sem egy ilyen ad hoc jellegű történet volt, hiszen mind szank, mind ez a tázlári körárok rendszer, az mind arra mutat, hogy bizony egy nagyon komoly szisztéma volt, amivel kiépítették a magyarok. Hogy ez most egy központi utasításra történt-e, vagy a helyi közösségek próbálták ilyen módon megvédeni magukat, arra most még nem tudunk bizonyítékkal szolgálni. Azért mégis gyanítható, hogy egy nagyon központi irányítás kellett ahhoz, hogy szinte minden falunál, úgy képzeljük el, hogy a szomszédos szankon 2 kilométerenként vannak ezek az erődítések a templomok körül. Kiterjedt ellenállás volt, és a közhiedelme ellentétben nem csak végsöpörtek a mongolok ezen a vidéken, hanem minden azt mutatja, hogy lényegében partizán háborúként, tehát az utolsó emberig lényegében az itt maradottak, azok megpróbálták felvenni az ellenállást. Hát az eredmény azt mutatja, hogy nem túl sok eredménnyel, illetve nagyon komoly eredménnyel, ha azt nézzük, hogy Magyar Királyság megbírja állítani a mongol világbirodalmat. A mongol harcmodor része volt a lakosság brutális lemészárlása és a falvak felégetése, mindez előre megfontolt stratégia alapján. Védekezni gyakorlatilag lehetetlen volt. Egyes források szerint az Alföld lakosságának csak nem 80-90%-a elpusztult. Tázlár kun betelepítések révén feltámadt, de például Péter monostora örökre eltűnt a térképről. A következőkben a megküzdési képességünkről beszélünk, mert hogy 4 évtizeddel a tatárok hatalmas pusztítása után újra nagy erővel törtek be a tatárok a Kárpát-medencébe, ám akkor az ország már megvédte magát, ezzel a témával folytatjuk. Én azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen a megküzdési képességünk. Lehet egy országnak megküzdési képessége, tapasztal valamit és ad rá egy választ? Természetesen, tehát mondhatjuk azt, hogy egy ország katonai képessége olyan, mint egy szervezetnek az immunrendszere, hogy amikor először találkozik egy ismeretlen betegséggel, az mindig jobban megviseli, mint amikor másodjára, mert a szervezetünk is megtanul védekezni. Ugyanúgy a tapasztalatok alapján mi is, és egyébként a környező népek is kialakítottak egy védekezési képességet.
Egyébként mondjuk el azt, hogy a tatárjárás után csak a 13. században nem egy, még legalább 5 betörés vagy betörési kísérlete volt a mongoloknak. Ezek közül 4 az a határzónát érintette, és többé-kevésbé sikerült visszaverni őket. Egy olyan volt, ahol az ország szívéig is Pestig eljutottak, ez 1285-ben volt. Akkor ezt nézzük meg egy kicsit közelebbről, az 1285-ös betörést. Én nemrég Regécz váránál jártam, amit szépen kezdenek felújítani, újraépíteni, és ott látom a kiírást, hogy Baksa Nemberi György Regécz vár alatt megverte a betörő tatársereg egy részét. Ez volt a lényege ennek a IV. Bélai taktikának, hogy sok kis kővár, abban el tudunk rejtőzni, láttuk itt Tázlárt, Szankot és Péter Monostorát, ott el tudunk rejtőzni, és apránként már meg tudjuk verni ezt a nagy sereget? Hát, hogy IV. Béla ezt így kockás papíron levezette, azt nem tudom, de minden esetre 1285-ben valami hasonló volt a magyaroknak a taktikája. Azt azért mondjuk el, hogy ez a betörés úgy tűnik, hogy váratlanul ért minket. Tehát a vártaktika annak is köszönhető többek között, hogy egyszer csak megjelentek, és már nem volt idő arra, hogy egy nagy központi sereget megpróbáljanak összehívni, mindenki visszahúzódott a váraikba, és így van, aki éppen ott közelben portyázott mongol sereg, azt kitörtek, megküzdöttek velük, a foglyokat, akiket ejtettek, kiszabadították, a zsákmányt, amit ejtettek, elszedtek tőlük, és utána visszamentek a várba. Ami védelmet nyújtott. Így van, védelmet nyújtott. Az összes olyan kisebb összecsapás, csatának nem nevezném, bár nevezhetjük is akár, de inkább nevezzük összecsapásnak, amiről tudunk, az kivétel nélkül mindegy megerősített hely közelében van. Tehát abszolút ez volt a taktika. Nekünk nyilvánvalóan készülnünk kellett, és valószínűleg készültünk is ezekre a betörésekre, illetve hát, ahogy elmondta, készültünk is a betörésekre. Európa készült-e rá? Európa is, természetesen, sőt, egész Európa meg volt arról győződve, többek között a magyarok is, hogy a mongolok mindenképpen vissza fognak térni. Már az 1240-es évek második felétől jöttek a rémhírek, folyamatosan bombázta a pápa is a különböző udvarokat, hogy akkor keresztes hadjáratot hirdessünk, de igazából a gyakorlatban ez azért nem tudott átmenni, mert nagy, erős, mindent elsöprő támadás végül is nem jött. Ez egyébként annak köszönhető, hogy maga a mongol birodalom is egy válságba került. Az 1260-as években részbirodalmakra bomlott, és az egyes részbirodalmak között nagyon komoly konfliktusok, nevezhetjük akár polgárháborúnak is, tört ki. Ugye ez egy 500 éves probléma egyébként, mert az 1700-as években van az utolsó tatárbetörés ugye Erdélyben. Na most közben azért azt mondhatjuk, hogy hát az 1200-as években minden esetre legyőztük végül a tatárokat? Igen, egyébként erre a koronát nagyjából 100 évvel a nagy tatárjárás után, 1345-ben Nagy Lajos tette föl, aki magukhoz, a tatárokhoz vezetett egy hadjáratot, tehát az már nem védekezés volt, az már támadás volt, és legyőztük őket. Egyébként onnan lehet ismerős ez az 1345-ös hadjárat sokaknak, hogy ehhez kötődik az a bizonyos Szent László legenda, hogy Nagyváradon kikel a sírból, és tulajdonképpen ő vezette győzelemre a magyar sereget, aztán a testet Váradon megizzadva találták. Ehhez kötődik, ez volt az utolsó összecsapás a középkorban a tatárok és a magyarok között, és tényleg szimbolikusan ez az ő földjükön győztük itt le őket. A kun problémáról beszéljünk csak néhány mondatot még, mert ugye IV. Béla fogadja a kunokat, és azt gondolja, hogy velük majd erősíteni fogja a magyar sereget. Aztán a tatárjárás után visszahívja őket, ugye már tatárjárás előtt kivonulnak Magyarországról, és utána évtizedekig próbáljuk integrálni vagy asszimilálni őket, ha úgy tetszik. Mennyi idő alatt sikerül ez? Ez egy lassú folyamat volt. Ugye keresztényé kellett válniuk, és így tovább. Igen, igazából a leglátványosabb részek azok 100-120 év alatt lezajlottak, de egyébként a kunoknak az életmódja, külseje egy picit még a 18. században is különbözött. Ez már azért nem volt jelentős. Tehát a legfőbb konfliktusok, amik politikailag is lecsapódtak, azok mind a 13. század második felében voltak. Igen, bár a kun és a jász identitás azért még ma is jelen van. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, önök az M5 históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Várjuk önöket jövő szombaton is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!